Március 10-én országos tűzgyújtási tilalom lépett hatályba. A rendelet értelmében tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, illetve a kijelölt kiépített tűzrakóhelyeken is. Az elmúlt időszak csapadékhiányos napos időjárása miatt minden vegetáció típusban kiszáradt a hold biomasza. Egyebek mellett az erőteljes hőmérséklet emelkedés az egyik oka annak, hogy bevezetésre került a rendelkezés. Több fajta szempontot is figyelembe vesznek itt a hőmérséklet változását, a csapadékot, száraz vagy nedves időszak elé nézzünk, jellemzően általában a száraz csapadékmentes időszakok jelentik azt, amikor ugye a téli időszak alatt kiszárad az ajnövényzet, és hogyha egy intenzív hőmérséklet emelkedés következik be, és még csapadékmentes is az időjárás, akkor, akkor számíthatunk arra, hogy több szabadtéri tűz keletkezik. Mint említettem, több tényezőt figyelembe vesznek, és ezután hozza meg a, a az érintett szerv szervezete a döntést. Amint Kolozsi Péter rámutatott, a tűzkockázatban az esetleges lokális kis mennyiségű csapadék sem jelent változást, ugyanis a nyílt területen a szél és a napsütés pár óra alatt felszárítja. Továbbá hozzátette, a következő időszakra vonatkozó meteorológiai előrejelzést figyelembe véve nagyobb százalékban lehetséges erdőtüzek kialakulása akkor vezetik be egyébként az erdőgazdálkodásért fejlős miniszter hirdeti ki a katasztrófa egyeztetve természetesen a tűzgyűjtési diralmat. Akkor, hogyha ha igen nagy százalék ö, ö, esélye van annak, hogy bekövetkeznek szabadtéri tüzek, tehát megnövekszik a a tűzveszély a szabadtéri területeken. A rendelkezés részleteiről a www.erdőtűz.hu és a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. Emellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is megtalálható, amelynek segítségével pontosan beazonosítható a lakóhely, illetve azok környékén található erdőterület.